Na, hello, hello, sziasztok, sziasztok, Keeper vagyok, üdv a csatornán, amint látjátok, megint egy kis rász. Na, figyeljetek, itt megy el két darab repülő, és azt írtad, hogy ez dob valamilyen csomagot. Azon vitatkoztatok, hogy dob-e vagy nem-e dob-e egy csomagot, de igazából én nem látok semmilyen csomagot, hogy hova dobna le. Most én hiába megyek akárhova, nem, ha egyszer itt nem látni, hogy esne le bármi is. Igazából a régi rászban volt ilyen, ami itt dobott, de ebben az újban nem, nem? Vagy igen? Nem tudom, én úgy emlékszem, hogy nem. Na figyeljetek, az a helyzet, hogy kellene tovább folytatni itt a dolgokat. Hoppá, hogy de kioltottam a tüzet. Na, skacok, kellene még beraknom mindenképpen ilyet, és minél több metal fragmentet csinálni. Mivel szükségem lenne fegyverekre, a fegyvereket meg kellene nézni, hogy mit kellene csinálni. Hú, figyeljetek, ilyen shotgun például tudnék készíteni, és ahhoz csak az kell. Viszont a Thompsonhoz nem kell semmi, csak fa, és ez a fém hulladék. Úgyhogy lehet, hogy azt kellene elkészítenem, viszont akkor el kellene kezdenem Thompsonhoz való lőszert készíteni. Azt nem tudom, hogy milyen lőszer kell a Thompsonhoz, bár biztos, hogy nem shotgun, valószínű, hogy ez, ugye? És 10 metal fragment kell egy darab lőszerhez. Puskapor 5 darab. Nézzük meg a puskapor, az hol van? Puskapor, oké. Aha. Stone, és akkor ezt is úgy kell kiégetnem. Na hát akkor itt el leszünk egy darabig, srácok. Ajaj, hát ez nem nagyon örülök neki. Nincs valami olcsó fegyver, amit meg tudnék csinálni. Ugye nem kell, ez semmiképp nem kell. Ehhez kort kell, ami ugye nincsen. Ehhez is kort kellene. És megnézzük meg a shotgunhoz, mi kell például, milyen cumó kell, milyen lőszer. És Mata Fragment. Aha, mindenképpen. Hát akkor egy darabig itt el leszek, gyerekek. Az a helyzet, hogy akkor... Ó, basszus, de nem tudom, hogy mit nyomok néha. Ó, fel kell a nap, nagyon jó. Ezt ki tudom én altatni, ezt az égőt, hogy itt ne éljen nekem állandóan? Aha, ki jó. Oké. Okay. Kell vágnom fát, ne haragudjatok, de neki kell feküdnem a favágásnak, mivel kell mindenhez. Addig meg itt eldumálgatunk egy-két dologról, hogy milyen célok lehetnének még a játékba. Okay. És akkor favágás, és akkor szintiszta favágás lesz. Tényleg más nem is nagyon kellene, csak az a baj, hogy gyerekek nagyon lezúr. Nem tudom elképzelni miért, de nagyon... Jaj, ne, ott egy farkas. Na jó, megyek vissza, aztán lepakolok. Nagyon lezuhant a frame a játékban, nem tudom miért, lehet, hogy fut a konvertálásom, ne haragudjatok érte, annyira azért nem zavaró talán. Néha van egy ilyen töltögetési akadás. Na, akkor tényleg lepakolok, aztán akkor utána állunk neki. Jaj, ezek sok hús, csak tudnám, hogy mire jó. Ja, meg itt ezt be kellene állítani mindig, hogy ugye 27-27. Jó. És akkor itt is lepakolunk ezeket is. Bár ez sok mindenre, ugye nem jó? A stone-okat is lerakom, mindent lerakok, az a tuti, gyerekek. Nehogy az legyen, hogy elveszem. Metal. És igazából ez, ami fontos, a többi az nem annyira. Hát még ez is mondjuk az tüzelőanyag is se lenne rossz, hogyha nem égne, vagy nem veszne. És a tábortüzet akkor esetleg akkor azt meg ledobom valahol. Na, oké, akkor menjünk, gyerekek. Jó. Apa, ez meg kialud, vagy mit csinál? Ez komoly? Aha, elfogyott a fám. Elfogyott a fám, elfogyott a fám. Gyorsan ezt berobom neki. És akkor még lehozom, mert ugye fenn volt, ha jól tudom. Volt, vagy nem, nem is volt. Ennyi volt az összes. Ez nem túl jó. Akkor gyorsan kellene vágnom fát, mert ezzel nem megyünk el messzire. Itt volt, itt ment a farkas, ugye nem tudom, hogy erre tudnék elmenni, ahol biztonságos zóna van, hát itt biztos nem, hogyha itt volt egy farkas. Ott meg ott van a medve, ugye még mindig.
Hát felmegyek ide erbe az erdőbe, aztán csapok egy-két fát ki. Ha nagyon meghalunk, akkor ugye annyit nem veszítünk, mivel lepakoltam, meg elvileg most már ide születik újjá. Viszont, ahogy észrevettem, nem dobja el a cuccokat a földre a főhős, hanem azt elbukjátok. Pedig azt néztem volna ki a gameből, hogy így leesnek a földre, de úgy látszik, hogy mégse. Nem tudom, mi ez a frame veszteség ebben a játékban, amikor pontosan ugyanazon a grafikai beállítással játszom, mint eddig. És akkor itt... Jaj, de nagyon örülök neki, hogy nem úgy működik a favágás, mint a Rising World-be, gyerekek. Amikor ott úgy kell ugye, hogy kidöntitek a fát, utána meg még fel kell darabolni. Rémálom. Ha valami jön, akkor kapásból egy hitelni fog minket, úgyhogy ne lepődjetek meg, hogyha nagyon meghalunk. Én sem fogok. Viszont ennek a dombnak a túloldalára igazán átnézhetnék. Meglátnánk, hogy mi van a másik oldalt, és itt van itt egy jó nagy erdő. Ha elkerülnénk itt a vadállatokat, itt tudnék szeretni elég sok fát. Szükségünk lenne rá. Hogyha esetleg játszotok ezzel a játékkal, és letelepedéssel gondolkoztok, mindenképpen olyan helyre, gyerekek, ahol van elég fa. Mivel szerintem a legnagyobb szívás, amikor alapanyagért kell futkozni el a francba. Nagyon jó, nagyon jó, nagyon jó, nagyon jó. Ott egy maci. Ott egy maci, tehát akkor most nem nézem nagyon meg, hogy mi van a túloldalon, ha esetleg itt oldalt elmerészkedünk. Kell egy csomó fa, amivel szeretném kisütni az összes fémet, és akkor lesz bőven lehetőségem arra, hogy tudjak fegyvereket csinálni, meg mindenféle jó dolgot. Oké, jó. Ezt a nagy fát is kivágjuk. Oké, és akkor itt lehet, hogy át kellene mennem a túloldalra megnézni tényleg. Aztán valamennyire beazonosítanánk, hogy merre mi van. Aha. Aztán meghalni meg nagyon nem kellene. Annak nagyon nem örülnék. Hát... Úgy látom, hogy ez egy ilyen nagyobb sík... Sík rész itt a tetején ennek a dombnak vagy hegynek. Rengeteg fával. Oké. Aha, itt ez egy ilyen, ott is egy medve, itt egy csomó vadállat van, úgyhogy ide jövünk majd vadászni. Na most, ha visszamegyek, mivel így nem, ott is egy medve, jó. Így nem nagyon fog készülni semmi. Ja, és írta valaki, hogy csukjam be mindig az ajtót, amikor elmegyek otthonról, mert ki fognak rabolni. Hát, megmondom őszintén, hogy nem fognak kirabolni, mivel ugye privát szerverrel játszom. Indítottam magamnak egy szervert, hogy azon én tudjam megismerni a játékot, hogy ne az legyen, hogy széttrollkodják az agyamat. Ott is egy medve, mindenhol medvék vannak, meg mindenhol varátok. Nem tudom, ezeknek a populációja ez nő, de én egyre többet látok belőle. Most kapásból ebbe a gameplaybe szerintem egy ilyen 4-5 volt itt ezen a domb oldalon. Ugye meg ott a folyóparton is ott van, meg itt mögöttünk is itt volt. És hogy elképzelhető az is, hogy ugye ezek egyre inkább több spónol belőlük. Spuri van, spuri van. Jó, ez a motion effect, vagy ez az ilyen, ahogy így elmoksa a dolgokat az engine. Nem annyira zavaró, mint más játékokban. Na, nézzük mi a helyzet. Gondolom ez kifogyott fa ügyileg. Jó, és akkor berakom neki az összeset, és akkor csinálja bőven. Be kellene izítani. Jó? Itt a ház környékén csinálja ezt a zakadásos dolgot. Magamhoz veszem a követ meg mindent, és lehet, hogy csinálok még egy ilyen forcsot, hogy ne az legyen, hogy itt kelljen várogatnom ennyit. Ja, azért a ként is ki kellene égetnem.
és ez így nem nagyon akar menni egyszerre minden. Magunkhoz veszünk mindent, itt azért biztonságban vagyunk benne, bár az ajtót már megint nem tettem be magam után, és itt ez is kellene állati zsír, és ebből kellene akkor tüzelőanyagot kraftolgatnom. Ugye? Jó, és akkor ez ennyi talán elég lesz, és akkor lemegyek. Csinálunk még egy forge-ot oda le. Hogy dupla ütembe menjenek a dolgok. Dupla sebességgel, na. És kacok. Aha, 20 volt kellene hozzá, hát azt kiveszik ugye a másikból, és mindjárt meg is lesz. Tényleg nem értem ezt a frame veszteséget. És ez miatt nem akarom megállítani a videót, majd utána nézek. Mondjuk egy... Ja, le kell kapcsolnom ahhoz, hogy ki tudjam menni, ezt már ugye megtanultam volna. És akkor újra belökjük. És akkor csinálom még egy... Jaj, gyerekek, nem szabad az oldalákat ittam! Ne csináld meg! Ja, és ha és ki lehet nyomni, és akkor visszakapjuk az alapanyagot. Nagyon szupi. Nagyon jó. Oké, és akkor ezt viszont megcsináljuk. Jó. Hopp, mindig bele akarok nézni erre, meg lekapcsolom. Na gyerekek, nézzük a fegyvereket, hogy mit tudunk kihozni. Tetszene nekem ez a... Tetszene el a Thompson, viszont lehet, hogy a sörétes az még jobban. Komolyan, nem tudom, hogy miért, de valahogy én jobban oda vagyok azért. Shotgun, ugye? Aha. Hát valószínűleg sörétes lesz, a 150 darab metal fragment kell a izéhez a Thompsonhoz, úgyhogy sörétest fogom gyártani. Megvan a 150 fragmentem, akkor elkezdek sörétet eszkabálni. Utána már a fémből, mármint. Csak ugye a szulfurt is elkezdjük kiégetni a másik kemencénkbe. A kemence meg mindjárt kész is van. Oké, és akkor is dobjuk. Na. Alakulnak a dolgok, azért kezdett, így most már, hogy megöltünk egy darab állatot, elég jól beindultak a dolgok. Na, hát miért nem akarod négyest édes bogara? Ez valahogy így szerintem. Oké, és akkor bepakolok. Rakunk be egy kis fát. És akkor elkezdem, nem tudom, ez remélem így működik ez a szulfur dolog. Jó, és akkor be kéne lökni. És megnézzük, hogy mégis mi történik vele. Aha. Jó, szuper, igen, és így lesz belőle kén. Érdekes, hogy ki kell égetni, szerintem a ként azt nem úgy nyeri ki, hogy égetéssel. De hát lehet, hogy így van. Na, most elnézést, hogyha rosszul tudom. Oké. És akkor szerintem a 150 megvan már a másikba. Ránézzünk. Jól gondoltuk, oké, akkor le kell kapcsolni ugye hozzá. És akkor kiveszünk 150 darabot. 141, 153, jó. Igazából kivehetjük az összeset, és nem tudom mit szórakozok. És akkor újraindítjuk, bekapcsoljuk újra. És akkor csináljuk már egy olyan. Egy ilyet, ugye? És ilyet is tudnék, nézzétek, pisztolyt. Ezt is meg tudnám csinálni, megnézzük meg a pisztolyt, lőszer, az mi kell? Végül is ugyanannyi, nézzétek, shotgun. Majdnem ugyanaz. Úgy, shotgunnal úgy biztonság, jobban biztonságban érezném magam. Úgyhogy azt fogunk mindenképpen készíteni. Úgyhogy jó, oké, akkor shotgun az marad. És akkor utána úgy is fogunk majd mindenfélét csinálni. Aha, ezeket lehet, ugye itt van, hogy ezt még egyelőre nem lehet. Ezek amik végigértek, azok meg igen. Na oké, akkor ezt craftoljuk le. És utána akkor elkezdünk sörétet készíteni. Remélem, hogy a sörét az nem egy az egybe adja, ha mármint úgy értem, hogy talán többet kiad, mint... Mert ha egyet lecraftolok, akkor nem egyet ad ki, hanem többet. Nézzük, ez milyen gyorsan. Ó, bőven lesz ebből a gyerekek. Nagyon tuti. És ugye úgy közben majd tudok még gyűjteni alapanyagot is.
Jó, oké, akkor ezt lehet, hogy le is kapcsolom. És akkor kiveszem belőle az alapanyagot. Ugye, szedjünk ki ilyet is. Aj, de meg kell szokni ezt, hogy így kell kivenni, hogy itt felül legyen az egér. Egy. Oké. És akkor újraindítjuk, természetesen. Ez. És akkor hat szó olyan közbe kraftolgatunk. De akkor ebből is kiszedem, ugye ebből ez meg van fémet valószínűleg gyártott. Nagyon jó. Egyszerű, és akkor mehet ez is tovább. Akkor menjünk, aztán kraftolgassunk ki akire. És először kellene csinálnom puskaport. A puskaport azt hiszem, hogy itt láttam. Igen. És ugye akkor fogja megcsinálni, hogyha... Nagyszerű. Nagyszerű, azt már nem akartam. Jó. És akkor csinálhatja tovább a... Megvan a izé, megvan ugye az a vízicső shotgun, akkor utána elkezdi a puskaport gyártani, utána le fogjuk tudni a söréteket. Szerintem különben egy egységnyi alapanyagból több sörétet le fog gyártani, úgyhogy abból nem lesz probléma. Hány óra van? Még ki is akarom ma próbálni mindenképpen, akarok menni egy kicsit vadászgatni. Jó, sörét megvan. Vagy a sörétes puska megvan. Nézzük, hogy hogy néz ki a kezünkbe mégis. Ugye? Hatos gombol. Fuck. Ja, igen. Hát ez ismerős, ugye? Ez a izéből. Simán ismerős a régi rasztba. Ugyanez volt. Puskapor. Egy adagból csinál 10 darabot. Úgyhogy az jó. Ugye 10 kell egy darab söréthez. Egy adag söréthez. Ugye meglátjuk. Akkor 15. És akkor 20 darab, és akkor kettő adag sörétet tudunk csinálni. Remélem, nem két darabot fog csinálni. Mindjárt meglátjuk. Oké. Okay. És akkor mehet. Egy, kettőt ki tudunk hozni. Hát, srácok, kettő darab sörétet legyártott ennyi alapanyagból. Úgyhogy ez húzós lesz. Ez most látom, hogy húzós lesz, srácok. Meg ráadásul, és nem tudom, hogy be van ez tárazva. Remélem, hogy be van tárazva. Az miatt nem tudom, hogy be van-e tárazva, mivel nem tárazott ez, nem? És erre nyomok, hiába nyomok erre, nem akar tárazni. Nézzük, itt még kellene akkor. Kiszedem itt még az összetevőket, és akkor kraftolgatom még egy kicsit. Na, még egy párat le tudok. És mehet tovább. Remélem, hogyha elfogy a nyersanyag belőle, akkor a tüzelőanyagot nem fogja használni tovább. Na. Hát ezzel nem nagyon megyek bucsúba végül is, aztán mondjuk annál jobb, mint amikor láncsával hadonáztam, mert igaz? Jó, és akkor csinálom néhány sárgán lőszert még. Egész pontosan tudok csinálni három darabot. Nagyon cool gyerekek. Ha jól látom, annyit fogok tudni csinálni. Még kettő. Szölött. Jó. És akkor ugye 30 puskapor, 10 kell egy darabhoz. Jó, hát ez nem túl kifizető, de remélem, hogy hamar hal meg. Nagyon-nagyon-nagyon remélem. Oké. És akkor jöhet a lőszer. Nézzétek, egy darabot csinál belőle. Konkrétan egyet csinál meg. Ez nem egyszerű. És nem tudom, hogy be van-e tárazva. Ez az a baj, hogyha most előbb van a levegőbe, akkor már nagyon nem kifizetődő. De hogyha akkor jövök rá, hogy nincs betározva, amikor
Ha mervével adakozok, akkor meg az meg még de jobban. Még kellemetlenebb lesz, ugye? Na mindegy, hát nem lövök el egy lőszert. Vagy előjünk egy lőszert, előjünk egy lőszert, oké, ezt igazatok van, akkor legalább tudni fogom, hogy hogy állunk. Bár aztán egy ládát meg jó lenne craftolni, nézzük meg a... hol vannak ezek a dolgok? Aztán nincs large. Ah, tudok már large boxot, csinálok large boxot. Összedobunk egyet, és akkor legalább lesz, izé, lesz lehetőségünk arra, hogy jobban kipakolok. Ó, megy le a nap, ne! Ezt a large boxot gyors, nagyon gyorsan ledobom. Amint meg lesz. És akkor abba belepakolom a maradék cuccomat, hogy ne vessze rá, hogyha esetleg meghalunk. Akkor is vesztünk ugye egy shotgun, hát az is se kellemes, de hát jobb, mint hogyha az egész pakkot buknánk. Oké, ezt megnézzük, hogy ez hogy működik. Négyes gomb. Ja, hát ez már elég derék. És mekkora hely van? Ó, hát ez már cupi, ez nagyon jó. Ide már bele tudok bőven pakolni. A másikat nem is nagyon érdemes erőltetnem. Ahogy látom. Gyerekek, komolyan mondom, itt mindenre szükség van. Még ezt is ki fogom érdekni. Még ezt is. Jó, na nézzük. Gyorsan elmegyek, még vadászok egyet. Nem bírom ki, hogy nem. Talán még van egy kis időnk, hogy teljesen nem megy a nap. Na most egyet lövök. Csak az miatt, hogy tényleg tudjuk, hogy... Jó. Ez mi volt? Ezek szerint nem kell tárazni? Ezek szerint nem kell tárazni, jó. Mármint úgy értem, hogy ha lősz egyet, akkor elrakja a fegyvert. És akkor újra elő kell venni, akkor azt úgy vesz, mint a tárasztában. Jó, nagyon remélem, hogy működni fog. Itt elvileg a parton volt egy darab maci, megnézzük, hogy... Jó, de hülye voltam, basszus! Á, nem jó, gyerek, el kell menni mindenképp a baltáért, azzal tudjátok kinyerni az alkatrészt. Aj, édes Istenem, én hülye. És megy le a nap. Itt húzom ezzel az időt. Fenn az emeletem, persze, a legbelső szobában majd, hogy nem a cuccom még. Hol van a balta? Hol van a balta? Ugye ezzel lehet kigelni a cumót. Na gyors, itt a parton elkaptuk a medvét és megnézzük, hogy mennyire működnek a dolgok. Utána meg lesz már még több botom, akkor már tudok csinálni komolyabb dolgokat. Ugye az is szükséges hozzá. Na, remélem itt a maci. Ha nem, akkor elmegyünk jobbra, aztán ott is lesz valami. Legelőször szerintem olyan ruhát kellene craftolnom, ami vegyvédelmi mindenképpen. Na hát ez nagyon-nagyon bízom benne, hogy ez erős lesz ez a fegyó. Mert ha nem, akkor nagyon rácsisztem. És lehet, hogy el kellene raknom az egyes gombra, ne haragudjatok, hogy itt szórakozok, de az egyes gomba nagyon gyorsan elő tudom menni. Így kézre, jobban kézre áll, mint a hatos. A gyerekek! Ez elkészült felém, meg kellene egy kis lopakodás, nem? Jaj, de jó lenne, hogyha egyből megölné. De nagyon furcsán mozog ez a medve, gyerekek. Az a baj, akkorát terít. Bassz. Ilyenkor most be vagyok tárazva újra? Meghalt! Véreznek az állatok is. Hát meglőttem, és nem... Nem halt attól meg, mert elkezdett futni, és megpusztult utána. Nagyon jó. A hatos gomb, és akkor gyorsan nyerjük ki az alapanyagot. Hoppa, hoppa! Nem valami túl sok volt benne. Többre számítottam, bár az is jó. 70 darab. És akkor ezek szerint nem kell tárazni ezt a dolgot. Na jó, lemegy a nap, nem tudok varázni most. Úgyhogy megyünk haza, és akkor... És akkor elkezdhetek craftolni a ruhát szerintem. Mert meg kell nézni a forge-ba, hogy nehogy véletlenül tényleg úgy legyen, hogy végig azt, még hogyha nincs benne semmi, akkor és aztán így elcseszem a fánot, amit nem, most nem azt mondtam, hogy nagy nehezen kivágtam, de hát nagyon olyan nagyon nagy nehézségeket nem okozott. Jó, oké, hát ez igazából így, ez jó, oké, hogy nem egy olyan túl sokat lehet craftolni ebből a... Na, hol van a lámpám, azt bekapcsolom, ha már egyszer van. Na jó. Ide belőle is kell craftolnom lámpát, nézzük meg mi a helyzet itt.
Aha, erről beszéltem, látjátok, ez ég tovább, ez szerencsétlen. Ha kell, ha nem. Hogyha végzett a... Jó, ez még nem végzett. Mi ez, hogy iszonyat gyorsan ég? Ja, hát ez így ég, jó. Akkor ez még nem végzett, de a másik az végzett, úgyhogy ezt kipakolom. És akkor ebből csinálunk egy csomó lőszert majd. Ezt így behagyom, mert miért nem? És azon gondolkozok, hogy mit lehetne még csinálni. A 90 darab, hát nem olyan túl sokat készített. Jaj, nem tudom kivenni, ha nincs megállítva. Jó, nem is akarom megállítani. Jó, az így, gyerekek. Az a nagy helyzet, hogy akkor nézzük meg, hogy a ruhát hogy tudok. Ruhát hogy tudok kraftolgatni, vagy miért tudnék magamnak. Az meg elvileg, hol van? Itt van. Azt nézem, hogy nézzétek, nem, nincs is nagyon odaírva, hogy mire jó. De valószínűsítem, hogy ez a set, ez lesz az, amelyik így véd a nukleáris sugárzás elől. Ugye ez valami vagyi, ez meg inkább ilyen városi viselet, és ez lesz az, ami jó. Oké, okay. Akkor egy ilyen setet össze fogok most kraftolgatni. Ugye ennyi fegyver most nekem elég bőven, hogyha egy ilyen medvét például egy-két lövéssel le tudok teríteni, az nekem bőven elég. Tudok belőle klótot szerezni. Kezdjük mondjuk a csizmával. Kezdjük a csizmával. Utána mondjuk egy gatya, nem? Oké. Okay. És akkor nézzük meg, több klótom nem maradt? Hú, kellene kraftolnom ide egy lámpát. Egy lámpát is berakok kraftolni. Hát most már könnyen kraftolgatok, most már ugye van bőven alapanyagom. Ja, nem fogok tudni, mert benn van a ládába. Ú, de basszus, mi ez a frame veszteség néha ebben a játékban? Ó, de nagyon sötét van, pillanat, srácok. Oké. Okay. Ó, itt is van még klotóm. Ja nem, ez nem az, hanem innen kellene kivenni. Fém. Jó. Itt van a klotom még. Itt van ez. És igazából akkor más nagyon nem is kellene. Még egy lámpát összedobok, hogy itt bent is, meg fent is legyen. Kettő darab lámpát akarok, jobban mondva. Megint megy a repülő, de nem nézem meg, mert úgy látom, hogy semmi értelme. Ha metal fragment kellene ötven hozzá, azt tudok ott oda lentről szerezni. És akkor mindenhol lesz világításom. Ezt kikapcsoljuk egy kicsit. Ó, van 121 darab, nagyon szupi. És akkor ebből bőven kijön az a kettő darab lámpa. Kettőt beiktatunk. Egy, kettő. Nagyon tuti. Oké. Okay. És akkor megvan a csizma, megvan. A csizmát fel kellene adnom magamra. Nem tudom azt, hogyan ide. Aha, ott vagyunk akkor. Nagyon jó, már van a csizmák. Ilyen béka szeme van. És akkor mindjárt megvan a gatya is, megvan a gatya is. És akkor remélem, hogy védve leszünk a tényleg a radioaktivitás elől, mivel ellen, mert akkor ugye itt van egy ilyen szobor, ami nem messze tőlem, a következő gameplayben meg tudnánk nézni, hogy mégis mi van ott. Mivel ilyen marha nagy radioaktivitás van, viszont van ott valamilyen létesítmény, valamilyen civilizáció által létrehozott létesítmény. Nos, kacok. Hol tart a két lámpa? Jó. Oké, szerintem srácok, elbúcsúzok most tőletek. Annyit meg fogok csinálni, hogy megvárom ezt a két lámpát, hogy elkészüljön, és akkor következő gameplayt azzal indítjuk, hogy reggel lesz, és megyünk. Ölünk még néhány állatot, annyit, hogy összetudjak eszkabálni még egy full setet ebből a radioaktivitásos ruciból, és akkor tényleg fel tudjuk teríteni itt a környékben ezeket a civilizált létesítményeket. Na, köszi szépen, hogy itt voltatok, remélem tetszett a videó, ha igen, akkor dobjatok egy lájkot, vagy iratkozzatok fel a csatornára. Sziasztok!